Jó néhány doboz gumikesztyű és sok-sok flakon fertőtlenítőszer, amelyeket Kara Ákos győri országgyűlési képviselő hozott az evangélikus szeretet otthonba. Az elmúlt héten a Szentlélek templomnak a plébánosa, Benkovics Ferenc atyának az intézményében, a Szent Anna otthonba jártam, most pedig az evangélikus szeretet otthonba hoztam el a adományomat, illetve a következő hetekben vidéki településekre, Bakony-Szentlászlóra, Écsre, illetve Pannonhalmára is biztosan fogok vinni. Hát mindenhol, amit kérnek, itt azt mondták, hogy elsősorban tisztítószerek, illetve gumikesztyűk volnának jók. Én azt látom, azt gondolom, hogy a járványt az embereknek a fegyelmezett hozzáállása, legalábbis a túlnyomó többségnek a fegyelmezett hozzáállása, illetve a kormánynak a jó intézkedései egy olyan eredményre vezettek, hogy visszaszorulóban van a járvány. Ugyanakkor én azt nem tudom, nem tudjuk, hogy van a járványnak, lesz a járványnak második hulláma. Egy biztos, hogy az egészségügyi intézmények, illetve a szociális bentlakásos intézmények, azok a következő hetekben, hónapokban is kiemelt védelmet, figyelmet kell, hogy élvezzenek. A képviselő szerint az élethez, a mindennapokhoz vissza kell térni, ugyanakkor szükséges betartani a szabályokat, mert még nem mondhatjuk azt, hogy a koronavírus járvány befejeződött. Továbbra is nagy fegyelem kell mindenkinek a részéről, tehát azokat a találkozásokat kell megtennünk, amire feltétlenül szükség van, azokat a szabályokat, amiket előírnak, illetve hát józanészből is úgy gondolhatjuk, hogy segítenek abban, hogy ne kezdődjön a járványnak az újra terjedése, újra fellángolása, azokat mindenképpen be kell tartani. Még akkor is, ha ezek kellemetlenek vagy szokatlanok lehetnek, ez egy szokatlan és rendkívüli helyzet. A győri evangélikus egyház közösség a szeretet otthon mellett iskolát és óvodát is működtet, és a veszélyhelyzet miatt márciustól új szabályokat kellett alkalmazni. Nem volt könnyű, hiszen mint fenntartónak a győri evangélikus egyház községnek is, mind oktatási, mind szociális intézménye is vannak, és ez az időszak érintett azért az érettségit, nem beszélve a digitális távoktatásról, illetve hát az idősekkel való foglalkozást, a gondozást is, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek ebben a vírusban. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok olyan külső segítséget kaptunk, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk meg, mind akár az érettségi lebonyolításában, mind pedig az idősekről való gondoskodásban, de a rászorult családoknak a távoktatás megvalósításában nyújtott segítséget is köszönjük. Kaptunk a Honvédségen keresztül laptopokat gyermekek, családok számára, szülők fogtak össze. Az iskola ajtaja már nyitva, és az óvodában is egyre többen vannak. Az élet lassan visszatér a normális kerékvágásba. Az óvodások közül körülbelül olyan 60-70%-a itt van már az óvodában. Nem mindenki egésznapos, van, aki csak fél napig van, de ebben is próbálunk segíteni a szülőknek, hogy visszatérjen az élet a normális kerékvágásba, és el tudják látni a feladataikat a munkahelyéken, illetve az iskolában pedig vannak olyan diákok, akik jelentkeztek az úgynevezett felzárkóztató két hétre. Most pünköstkor az istentiszteletek is megkezdődtek az evangélikus öreg templomban.